Sziasztok, köszöntelek benneteket! Egy hideg örvény közelíti meg a Kárpát-medencét, ennek hatására pedig sokfelé kell záporok, zivatarok kialakulására számítani. Jelentős mennyiségű csapadék várható a plusz E betű nélkül, erre szükség is van, ugyanis nagyon kell a csapadék, elsősorban a Dunántúl déli-délnyugati felén vannak nagyon száraz területek. A jövő héten stabilizálódik a légkör, tehát már jóval kisebb számban alakulnak ki záporok, zivatarok, és mérsékelten meleg időre számíthatunk. Nézzük is meg ezt a hideg örvényt. A műhold és radar képen jól láthatjátok, hogy tőlünk nyugatra örvénik, és egyre inkább megközelíti majd a Kárpát-medencét. Sajnos itt a közép-európai térségben jelentős áradásokat is okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Ez a hideg örvény egyébként egész hétvégén meghatározza majd az időjárásunkat. Az előttünk álló éjszaka dél-délkelet felől fokozatosan mindenütt megnövekszik majd a felhőzet, és egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok. A zivatarokat legjellemzőbben felhőszakadás kísérheti, tehát rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A minimum hőmérséklet általában 15 és 20 fok között várható, azonban lesznek olyan területek, ahol ennél pár fokkal melegebb lesz a felhőzet, illetve a csapadék hatására, viszont ahol intenzív a csapadék, ott ennél pár fokkal hűvösebbet is mérhetünk majd. Napközben erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, ennek hatására pedig sokfelé kell ismét záporok, zivatarok kialakulására számítanunk, továbbra is főként a felhőszakadás lesz a legjellemzőbb kísérő jelenség. Kisebb esély van némileg a csapadékra az ország északkeleti csücskében, itt akár 30 fokot is mérhetünk majd, de az ország nagy részén általában 25 és 30 fok között alakulnak majd a csúcsértékek, a tartósan csapadékos területeken lesz majd a hűvösebb. Hogyha valaki a Balaton felé veszi az irányt, akkor szombaton jól gondolja meg, ugyanis záporok, zivatarok várhatók egész nagy számban, illetve a vízhőmérséklet is fokozatosan csökkenni fog, tehát a hétvége az nem kimondottan strandolásra alkalmas. Hogyha távolabb tekintünk, akkor vasárnap is nagy esély van záporok, zivatarok kialakulására. Kicsivel nagyobb ezeknek a valószínűsége az országnak a nyugati felén, de keleten sem zárható ki egy-egy kisebb zápor, illetve zivatar. Itt viszont tovább emelkedik a hőmérséklet, már jócskán 30 fok felett leszünk. Hétfőn még mindig több felé alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, de a nap második felétől erőteljesen csökken majd a csapadékhajlam, és ez a hideg örvény, ami alakítja az időjárásunkat, egyre távolabb kerül majd tőlünk. Kedden, illetve a hét további részében mérsékelten meleg időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcsértékekkel, és már nagyon minimális esélye lesz a csapadéknak. Én ezzel köszönöm a figyelmet, további kellemes napot kívánok!